Ezúttal nem motorral érkezett a sportoló, viszont lehetett vele versenyezni játékszimulátorral. A második osztályosoktól kezdve mindenki ott volt a tornateremben, hogy találkozhasson Talmácsi Gáborral. A hangulat pedig önmagáért beszélt. Nagyon jó volt vele találkozni. És miért volt jó vele találkozni? Egyrészt, mert ő a kedvenc sportoló, másrészt a gyerekek is nagyon örültek neki. Az iskola minden évben olyan élsportolókat hív meg, akik példaképek lehetnek a diákok számára. Én Zarándok Balázs autizmussal élő tanulónk nagy kedvence Talmácsi Gábor. E-mailen is tartják a kapcsolatot, minden versenyét megnéz, és az ő kezdeményezésére hívtuk meg Gábort a tanulóink körébe. Talmácsi Gábor szívesen jött el a gyerekekhez, a közös játék pedig mindenkinek élményt jelentett. Nyugodtan kijelenthetem, hogy Zarándok Balázs a legnagyobb szurkolóm, aki ebbe az iskolába jár. Minden tud róla, minden statisztikát, amiket eddig elértem, és nemrég volt neki a születésnapja, és már régen megígértem neki, hogy ellátogatok hozzájuk az iskolába, és hát csupa jó dolog történt itt, mert játszhattam velük a MotoGP játékkal, és most lehet velem fényképezni. A speciális nevelést igénylő gyermekek osztályonként egy-egy posztert kaptak, amit a motorvilágbajnok dedikált is. És persze nem maradhatott el a közös osztálykép sem.